A nagykállóiak számára a 2019-es év elsősorban a választás eredményéről marad emlékezetes, hiszen a 2004 óta a város élén álló Juhász Zoltánt a függetlenként induló korábbi alpolgármester Horváth Tibor váltotta. Az új városvezetés komoly feladatokat kapott, két nagyobb projekt kivitelezését kezdhetik meg rövidesen, egyike ennek egy inkubátorház építése, amelyben négy kis és középvállalkozás kaphat helyet kedvező bérleti díjakkal. Folyamatban van két nagyobb beruházásunk, az inkubátorház építése, illetve itt a zöldváros projekt, annak keretén belül a városi műfház helyére tervezett egy rendezvényközpont, illetve két egyéb eleme van, még egy ilyen városi sétány a református templom környékén, illetve a strandon lenne belőle egy felújítás, ugye ezeknek mentek az előkészületei a választásig. Aztán a választáson ugye átalakult a képviselőtestület, illetve maga a polgármester személye is, úgyhogy azóta próbálunk új lendületet venni. Nyilván először felülvizsgáljuk a múltat, fel kell tárnunk a rendszerben rejlő hibákat, és talán ezek alapján majd új alapokra próbáljuk helyezni itt a város működését. Horváth Tibor úgy fogalmazott, a település költségvetése stabil, így annak nincs akadálya, hogy a képviselő testülettel 2020-ban hozzáállásanak a fejlesztésekhez. A polgármester hozzátette, a legfőbb feladat, hogy Nagykálló városiasabb jelleget öltsön, és újra fellendüljön a turizmus, amihez adottak az alapfeltételek. Hál' Istennek a megye első strandja az nálunk van. Nyilván sok energiát, illetve forrást kell ráfordítanunk, hogy méltó legyen a nevéhez, de nagy lehetőség van benne. Emellett vannak múzeumaink, van két olyan természeti látogatóhelyünk, ami különösen nagy érték, ugye az egyik az Inségdomb, a másik a Harangod. A Harangodnak elindult a kotrása, ez nem önkormányzati beruházás, hanem a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság berkein belül bonyolódik le, elindult a meder kotrása. Ez azt fogja eredményezni, hogy lényegesen jobb minőségű, tisztább és ugye mélyebb víz lesz a tóban. Horváth Tibor hozzátette, ennek a munkának az eredményeképp lehetőség nyílhat arra, hogy a Harangodi tavat és környékét igazi kiránduló helyé alakítsák. A tervek szerint ezáltal újra jó lehetőség nyíl a családi programok szervezésére, csónakázásra, vízibiciklizésre. Az önkormányzat dolgozik továbbá azon is, hogy ezen a helyszínen szabad strandot alakítson ki, és a kajakkenu sportágat is visszacsábítsa, amely évtizedekkel korábban meghatározó volt a város életében.